Üdvözöllek ismét a Shakespeare darálóban. Ebben a videóban arról a kulturális környezetről fogok beszélni, amely közvetlenül megelőzte Shakespeare szonetjeit. Beszélek majd irodalmi babérokról és a szonettekről Shakespeare drámáiban. Fontos ezeket szóba hozni, ugyanis ezek ismeretében meglehetősen furának tűnik hogy Shakespeare egyáltalán belekezdett szonetjeinek megírásába. A mai videóban tehát azt fogom megvilágítani, miért is nem logikus, hogy Shakespeare megírta, majd megjelent a mára már méltán híres 154 szonetből álló szonetfüzére. Izgalmas, ugye? Kezdjük a kulturális környezettel, a szonet korabeli kulturális jelentőségével. A szonet angol története az 1530-as években indult, amikor is angol nemesek Petrarka szonetjeit fordították meglehetős szabadsággal angolra. És bár meglehetős érdeklődésre tartatott számot a műfaj, hiszen Gascogne 1575-ben jelenteti meg a szonet meghatározását, hogy tiszta vizet öntsön a szonetezni vágyok poharába. Mégis divatossá az 1590-es években válik, amikor is minden költői státuszra áhítozó udvari művelt ember megjelentetett egy-egy szonetfűzért ragaszkodva a petrarkai hagyományhoz, és egyszerre kísérletezve is azzal. A 16. század végi divatot a korabeli arisztokrácia egyik kiemelkedő alakja Sir Philip Sidney indította útjára. Sidney Erzsébet királynő udvarának egyik legkedveltebb ö, alakjaként ismeretes. Jóképű férfi, hős harcos, okos stratéga és kivételesen művelt, rendkívül ízléssel megáldott arisztokrata, költő udvaronc. Sidney Sonnet füzére 1591-ben posztumuszként jelent meg Astrophyl and Stella, égitestet szerető és csillag címmel. A didaktikusan árulkodó címből következik, hogy a tematika a két főszereplő vonzalma lesz. Pontosabban a férfi szerelme a hölgy iránt. És az is következik, hogy szerelmükben a földi szerelmet az égi metafora egészíti ki, ad neki méltóságot és emelkedettséget. A szonettek nagy része, bár önálló egységként is működőképes, mégis Sidneynél valójában ezek verszakai egy hosszú elbeszélő költeménynek. Az elbeszélő költemény pedig egy beteljesületlen szerelem történetét meséli el. Sidney szonetfüzére számos követőre találhatott, ugyanis a 90-es évek végéig szakmányban jelennek meg a hasonló szonetfüzérek, tovább kísérletezve a petrarkai paradigmával. Mindenki, aki műveltnek szeretett volna tűnni, aki irodalmi babérokra törekedett, megjelentetett egy-egy kötetet. Samuel Daniel 1592-ben jelentette meg Delia című füzérét. Ugyanebben az évben Henry Constable Diana címmel a sajátját. 1593-ban Thomas Watson, Tears of fancy -e, Giles Fletcher, lysia Thomas Lodge, Phyllis. -e. 1594-ben Michael Drayton, Ideas Mirror. 1597-ben Robert Toft, Laura. A korszak szonet tartozik még Sir William Alexander, Aurora kéziratban olvasták, 1604-ben jelent végül meg, valamint Sir Falk Greville kellikája, hogy csak a máig ismereteseket és híresebbeket említsem. Minden esetre 1591 és 97 között több mint 2000 szonet jelent meg nyomtatásban. A korszak szünet, szonetfüzéreinek jellemzői erős ecsetvonásokat használva a következők. A szonetfüzérek verses, epikai művek. Egy-egy beteljesületlen szerelem történetét mesélik el, pontosabban az udvarlás és a beteljesületlenség történetét. Jellemzőek a vallásos metaforák, ezekben a művekben szívesen kopírozódik egymásra a hazégi és a földi szerelem. Azaz a szerelem a transzendencia irányába fordítja a szerelmeseket. Az elbeszélő szívesen használ katonai metaforákat a szerelem megjelenítésére, harcként ábrázolva azt. Továbbá örömmel szólít meg folyókat, és egyáltalán a költemények tobzódnak a természeti metaforákban. Fontos továbbá, hogy a szerelem tárgya általában egy elérhetetlen, idealizált ifjú hölgy. A divat azonban 1598-ra lecsengett, mintha a szonet elvesztette volna frissességét, mintha a közönség is egyre inkább elfordult volna ettől a versformától. És nagy valószínűséggel állítható, hogy Shakespeare ekkor kezd írni a szanetjeinek nagyobb részét. Ami meglehetősen érdekes helyzetet teremt. Képzeljük el, hogy akkor kezd bele a szonettezésbe, amikor már a műfajt, a versformát, széthasz, széthasználta egy generáció. Miközben pedig elkoptatják a formát, leamortizálják a költői képeket is. Vagyis akkor kezdi el művelni a műfajt, amikor a divat unalmassá, lapossá tette azt. A szonett talán mondhatjuk, eddigre már ciki lett. Sőt, mintha magának shakespeare sem lett volna szívügye a szonettezés. A drámai életműben ugyanis, inkább kritizálja ezt a tevékenységet, semmint ünnepelni. Negatív fényben tűnik fel az ahogy tetszikben Orlan Orlando, Orlandó, amikor szerelmes szonetteket szögez az Ardeni erdő fáira, és a szerelem tárgya, Rosalinda, közröhely tárgyává teszi a kinrímekkel operáló, bocsinálta poétát. Ez a nevetséges hangulatlengi körül a lóvátet lovagok szerelmeseit is, akik porrá égetik magukat egymás és mások előtt is, amikor szonettekre fakadnak. A két veronai nemesben cinikus, csajozós dumávás irányul a szonet. Benedek szerelmesként nem csak levágatja a szakállát, és sokat diskurál a tükörrel a sok hűhó semmiértben, hanem annyira szerelmes, hogy szonet írására ragadtatja magát. Először az ötödik felvonás második jelenetében próbálkozik, de nem nagyon jönnek össze a rímek. Majd a negyedik jelenetben kínosan kiderül, hogy Benedek és Beatrice egyaránt írtak a másiknak egyet-egyet, de most már inkább tagadnák az egész ügyet. A Rómeó és Júliában is, már első pillantásra úgy tűnhet, nagyon komolyan kell venni a három és egy negyed szonettet, de azért, ahogy a fiatalok szerelme egyre mélyül, úgy tűnik el szépen a szonet szó nélkül a darabból. Még említhetnék további színűveket is. De talán ennyi is elég, hogy levonjuk a következtetést. Tudnélik, hogy a drámai életmű alapján nem tűnik úgy, hogy Shakespeare olyan nagyon oda lett volna a szonnetezésért. Shakespeare ikonoklasszikus hozzáállása a divatos szonettekhez a drámáiban, kiegészíthető azzal az észrevétellel, hogy amire a szonetekhez nyúl, már sikeres tolforgató. Költőként már bizonyított, hiszen a szonettek előtt már megjelentette 1593-ban Vénusz és Adonis, majd 1594-ben a Lukrécia meggyalázása című elbeszélő költeményeit. Ezek a kötetek pedig meghozták neki az irodalmi sikert, szépen fogytak a könyvespultokról, több kiadást is megértek. Shakespearenek tehát nem volt szüksége arra, hogy az irodalmi babérokat az elkoptatott szonet műfajával szerezze meg. De nem csak az irodalomban szerzett elismerést eddigre, hanem a populáris kultúrában a színházban az 1590-es évek végére már ismert szerző volt. A siker hajhászása tehát nem nagyon motiválhatta a szonettezésre. Miért is kezdett tehát szonetteket nagyobb mennyiségben írni, amikor a siker és elismertség miatt nem volt rá szüksége? Amikorra már széthasználták ezt a versformát? sajnos ezt, mint oly sok más is rel kapcsolatban, nem tudhatjuk. Nincsenek ránk maradt levelek, napló, blog vagy vlog bejegyzések. Bár pontos szándékokat tükröző tényekkel nem rendelkezünk, mégis számos érdekes adatot találhatunk, amelyekből egy nagyon pixeles kép azért kibontakozhat a szonettekkel kapcsolatban. Ezekre az adatokra és értelmezésükre azonban már csak a következő videóban fogok sort keríteni. Most csak a szélesebb ecsetvonásokkal megrajzolt kulturális közeg került megvilágításra. Meséltem az 1591 és 1597 között szonettező divatról, beszéltem a drámai életműben a szonettek meglehetősen kétséges szerepéről. Illetve említettem, hogy amire a szonettek napirendre kerülnek az életműben, Shakespeare-t már sikeres irodalmi és drámaszerzői karrier kellős közepén találjuk. Azaz mindebből nem érthető, hogy miért rugaszkodik a szonettfüzér megírásának, és miért jelenik meg a 154 szonettet tartalmazó gyűjtemény, 1690-ben. A logikai probléma megvilágítása után nem marad más hátra, mint hogy megköszönjem a figyelmet. Viszlát, és a jövő héten újabb videóval jelentkezem. Ha tetszett, lájkold, like és kövesd a csatornát. És a kommentekben várom az észrevételeid, kérdéseidet. Ja, és mindig elfelejtem mondani, de most nem, hogyha van valamilyen téma, Amiről hallani szeretnél, annak is a kommentekben a helye, és szívesen készítek a későbbiekben videót arról is.